Tűzgészek emlékére. Kortárs installáció épült az üvegpiramisra. Készülnek a kompozíciók. Idén 12 virágkocsi színesíti a karneváli menetet. A negyedik dimenzió. Science fiction rövidfilmet forgatott a debreceni származású Pusztai Lőrinc. Köszöntöm a debreceni színképek nézőit. Ezen a héten ünnepeljük Magyarország születésnapját, amelyre a városban a karneváli hét programjain hangolódhatnak az érdeklődők. Az ünnepi hétre készült el Debrecen legújabb szabadtéri művészeti installációja. A nagy templom melletti üvegpiramisra épült műalkotás a város pusztító és egyben az újjászületést előmozdító tűzvészekről mesél. Állványok és acélelemek a debreceni üvegpiramison. A 2010-ben átadott építmény a 19. század elejéig itt állt veres torony maradványait védi. A torony és a mellette lévő Szent András templom az 1802-es nagy debreceni tűzvészben pusztult el. Jönnek majd a 40-esek, 50-esek, 75-ös. Az alumínium rudak annak a különleges installációnak a részei, amelyet Mátrai Erik képzőművész és csapata álmodott a piramisra. Az üveg az egyszerre nehéz és egyszerre könnyű, egyszerre kemény és egyszerre átlátszó. Szóval tulajdonképpen egy jó anyag. És maga ez a piramis egy fém szerkezet, és mi is maradtunk tulajdonképpen a rozsdamentes acélnál, illetve az alumíniumnál, hogy anyagában ne nagyon térjünk el tulajdonképpen ettől a szerkezettől, ami már itt áll. A város legnagyobb szabadtéri művészeti installációjában egyszerre kap szerepet a fény és a szakralitás. A tűz ugyanis nem csak rombolt Debrecenben, de utána egy újjáépítés is következett. Ezt szeretnék a műtárgyal bemutatni. Az, hogy itt állt valaha egy torony, ami 1802-ben leégett, ez egy szimbolikus helyszín, és nem véletlenül szerepel Debrecen címerében sem a főnix madár, a tűzből való újjászületésnek a szimbólumaként. Debrecen a tűzvész és a tűzvészből való újjászületés elválaszthatatlanok egymástól. Debrecen identitásának az alapjait jelentik. Ezt szerettük volna valahogyan megmutatni, úgyhogy hogy egyszerre legyen informatív, tudjon mesélni, beszélni Debrecen történetéről, de ezt a szimbolikus jelentést és jelentőséget is meg tudja mutatni. Az üvegpiramis üzemeltetését a közelmúltban a nagy templomi gyülekezet vette át. A piramis fontos része a turisztikai programjuknak, amelyet az új műalkotás tovább erősít. Ez fantasztikus bizonyságtétel. Egy olyan üzenet kifelé, hogy ahogyan a város, ez a város meg tudott újulni újra és újra minden tűzvész után, úgy az egyházunk is a lélek által, a szent lélek által, a szent lélek tűze által újra és újra új erőre tud kapni. Úgyhogy ez a reformátusok számára remélem még többet fog jelenteni, és még többet fog üzenni, hogy most már látható, most már tessék még jobban újulni, újulni, nevünkhöz híven újra és újra megújulni. Az üvegpiramisra készült installáció az első eleme a kiállítóhely megújításának. A jövő hónap közepére a belső térbe is készül majd egy különleges műtárgy, amely a látogatók ismereteit még jobban elmélyíti majd a tűzvészekről és az egykori Debrecenről. A virágkarneváli rendezvénysorozatot hagyományosan a sajtófotó kiállítás nyitja meg a városban. Most szabadtéri tárlaton a Csapó utcai sétáló övezetben nézhetik meg az érdeklődők, hogy fotós szemmel milyen is volt 2022. Ebben a kiállításban minden van. A sporttól, a társadalom kritikáig, életig mindenféle érdekesség. Van benne meleg, iszonyú meleg, hát tavaly nagyon meleg volt. Vannak benne szociofotográfiák,
kulturális fotográfiák, nagyon jó portrék Bereményi Gézáról, Orosz István grafikus művészről, és még sorolhatnám, nagyon sok minden. Van benne persze egy kis háború, mert nem lehet a háborút kihagyni, mert a legdominánsabb dolog ez volt a tavalyi évben. Rengeteg olyan ember találkozik mindennapjainkkal, az életünkkel, mert ez az egész kiállítás a tavalyi évünkről szól. Milyen volt a tavalyi évünk. És találkozik ezzel, sok mindennel nyilván egyetért, van, amivel nem ért egyet, van, ami nagyon érdekes és újdonság lesz számára. Lesz egy jó pár olyan dolog, amit a fotográfusok úgy mutatnak meg, hogy más nem látta. És ebbe ez a nagyon jó. Egy nemzetközi zsűrink van, egy magyar tagja van, 4 külföldi, és nagyon-nagyon szeretik a képeket. Hál' Isten, név nélkül mennek a képek a zsűrizésen, tehát bárkinek van esélye, gond nélkül, tehát nem a neveket nézik, a képeket nézik, és ez nagyon jó. És szerencsére, hát Debrecenben most Budapest, Pécs, Kecskemét és Sándorfalva után ért ide a kiállítás, és remélem, hogy itt is nagy sikere lesz. Ez már egy 41. magyar sajtófotó kiállítás, és nagy örömünkre szolgál, hogy ismét ellátogat hozzánk Debrecenbe. A Debreceni Virágkarnevál egész heti programját igyekszünk a legkülönböző programtípusokkal feltölteni, így mindig helyet kap a képzőművészet vagy a fotoművészet is, illetve mivel azt szeretnénk, hogy a Virágkarnevál az a teljes város programokban és izgalmas kulturális csemegéket nyújtson az ide látogatóknak, ez egy tökéletes programunk, amiért nagyon hálásak vagyunk a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, hogy most már sokadik alkalommal közreműködött ebben. A kultúra ott van az életünk minden területén, jártunkban, keltünkben is belebotlunk, és ez az egyik cél, amit szeretnénk ezzel megvalósítani. Az előző adásunkban megmutattuk nézőinknek, milyen is volt a Virágkarnevál a kezdetekben, vagyis a 60-as, 70-es években. A következő összeállításban felidézzünk egy-egy érdekes momentumot a 80-as évektől a 2010-es évekig. A 1986-ban ez a kocsi köszöntötte, hogy 625 évvel korábban kapott városi címet Debrecen. A 80-as években a megszokottnál kevesebb rendezvény volt. 1981-ben 3 év szünet után tapsolhatott a közönség a színes forgatagnak, majd csak 84-ben vonult végig ismét a látványos menet Debrecen utcáin. Ezt követően újra évente tartották meg az eseményt, amelyeken már egyre több szobor jelent meg a kompozíciókban. A 1994-ben 25. alkalommal csendült fel a karnevál szignálja. A 90-es években sem voltak egyszerű helyzetben a rendezvény szervezői. 91-ben például pénzhiány miatt csak 9 kompozíció készült. Ebben az évtizedben egyre több külföldi művészeti csoport érkezett a városba, de a helyi egyesületek is folyamatosan megjelentek a menetben. We'll be right back.
újabb fanfár 10 évvel később. 2004-ben a 35. virágkarnevára új kocsit kaptak a zenészek, rajta a város címere ólomüvegből készült. Ez volt az első olyan év, amikor a felvonulást a karneváli hét programjai előzték meg. A 35. felvonulásra az ország minden pontjáról és határon túlról is érkeztek látogatók, akik például szenegáli, portugál és izraeli csoportoknak is tapsolhattak. Megint 10 évet ugrottunk az időben, és ezúttal nem a karneváli menet képeit idézzük fel. 2014-ben ugyanis új produkcióval bővült a programkínálat. A Nagyerdei stadionban először rendezték meg a Karnevál éjjég gála műsort. A 45. virágkarnevált lezáró rendezvényen ismét bemutatkoztak a menet hazai és külföldi művészeti csoportjai, a virágkocsik pedig kivilágítva gurultak körbe a stadionban. A múlt után a közeljövő. Vasárnap teljes pompájában 12 virágkocsi vonul majd végig a város utcáin. A következő percekben a készülődés néhány kulisszatitkát osztjuk meg önökkel. Itt a fa tömege volt a legnagyobb jelentőségű, tehát az előbb említettük, hogy tehát egy kompozíciónál olyan 14-15 köbméter hungarocelt használtunk fel, ennél csak a fa ekkora tömegű, tehát elég volt ezt mozgatni, illetve tehát ezt megvalósítani. Tehát például csak a fát csöllővel tudtok felrakni, tehát akkor a tömeg. Két részből készítettük el, tehát elsőnek maga a törzsét, utána pedig a lombkoronát. Hát itt azért korlátok vannak, tehát szerettünk volna nagyobb, még ennél nagyobb méretet is elérni, de hát itt azért tudni kell, hogy a kompozíciókat be kell határolni, hiszen tehát 4 méter 50 centire mehetünk, tehát feljebb már villamos vezetéknél problémák fordulhatnak elő. Minden kocsi kihívás, tehát ezt értsük meg. Tehát vannak, amikor figurális megoldásokban kell gondolkodni, van, amikor olyan közegben kell gondolkodni, ami egy szituációt teremt, tehát vannak katarzis élmények, amit a nézők fele közvetíteni kell. Na most, ha reálisan faragjuk meg egy figurát, ugye, a katarzist maga a mozdatisága jelenti, viszont ennél a kompozíció meg ezt ugye nem lehet megoldani, sőt nem is szabadna megoldani, mert hogy kirakati babákról beszélgetünk, ahol a mozdulatiság ugye inkább robotisztikus, mint valószerű. Na most inkább azzal próbálok manipulálni, ugye, hogy maga a ruházatukat úgy megformázni, hogy teljesen hihetővé váljon ez a kompozíció. Isten után a legszebb szó a Honvéd. Énekelte meg Petőfi Sándor, ugye, a Honvéd című versében. Már eleve melengeti az ember szívét ez. És nem kell elé tenni, hogy magyar
honvéd, mert honvédje nincs a világnak, csak Magyarországnak. Tehát maga a téma egy gyönyörű. A hon, a haza védelme, az mindön kötelessége. És csak megköszönni lehet azoknak, akik fegyverrel előjárnak, és azon elgondolkodni, hogy mi az, amit én adhatok ezeknek az embereknek, akik az életükre esküsznek föl, amikor honvédok lesznek. Tehát a téma gyönyörű. 1848-tól kellett napjainkig lebontani, hogy milyen volt a honvédség. Nagy örömömre, nagyon jó partnerekkel beszéltük ezt meg a honvédség részéről, és mindig tudtuk támogatni egymás gondolatait. Egy nagyon, nagyon finom, rugalmas acélanyaggal dolgozom, aminek a súlya nem nagy, viszont nagyon erős. Tehát ad egy lengési formát. Ha most a kocsit megmozgatnám, látszana a szárny mozgása. Most már a virágkötészetben mindent használunk, tehát a zsinórtól a csipkéig muszáj kiegészítenünk, mert hihetetlen virágárak vannak. Én mondjuk kikísérleteztem egy textilre való dolgozás száraz virágból. Ez azért jó, mert míg a szobrász dolgozik, meg a lakatos, addig én el tudom készíteni a ruhákat textilre, ami nagyon munkás. És amikor kész a lakatos munka, akkor csak felöltöztetjük. Ennél például majd lesz a Debrecen nagyvárat kocsi, ott külön kérték, hogy meg szeretnék tartani a bábukat és a ruhákat. Tehát úgy egybe. És akkor ez időtálló. Próbálunk arra törekedni, hogy időtálló anyagokat használjunk. A virágkarnevál egyben azt is jelzi, hogy lassan vége a nyárnak és kezdődik az új tanév. Nem lesz ez másként a debreceni rocksuliban sem, ahol igazi örömzenével indul majd az oktatás. Erről is beszélgetünk Balogh Miklós Péterrel, a rocksuli vezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét! Kezdjük is egy olyan dátummal, amit mindenkinek érdemes megjegyeznie. Szeptember 10, víztorony, ugye ekkor lesz az örömzene. Mit akar ez pontosan? És még pontosabban 13 órakor fogunk kezdeni. Az örömzene az tulajdonképpen egy, hát most már lassan hagyománynak mondhat, negyedik alkalommal rendezi meg a rocksuli, amikor várunk minden zenészt, illetve énekest, aki szeretne csatlakozni ahhoz, hogy közösen játszunk dalokat. Ugye a kezdetektől nagyon törekszünk rá, hogy mindig legyen debreceni kötődésű dal ezeken az eseményeken, és hát el lehet képzelni, hogy van 20 dobos, vagy akár 30 is, vagy 50 gitáros, vagy 60 énekes, tehát hogy valamilyen formációban erre a napra tulajdonképpen Debrecen legnagyobb könnyű zenei formációját szeretnénk elkészíteni. És most milyen debreceni dalokra esett a választás? Ugye idén 60 éves a debreceni rockzene, tehát ilyen téren egy jubileumú év van, és arra gondoltunk, hogy a legnagyobb debreceni rockikontól, a Tankcsapdától szeretnénk 5 dalt eljátszani közösen. Melyek lesznek ezek a dalok? Most gondolkoznom kell hirtelen, a Rio, Mennyország turiszt, a Örökké tart, és most lehet, hogy meg leszek fogva, hogy nem jut eszembe hirtelen, de a honlapunkon semmi minek baj, biztos mindent meg lehet találni. Már csak azért is, mert ugye lehet jelentkezni hozzátok erre az örömzenélésre, tehát bárkit szívesen vártok, vagy azért kell egy bizonyos fokú tudás ahhoz, hogy jelentkezni lehessen. Hát alapvetően bárkit szívesen várunk, de nyilván, hogyha valaki hangszeresként szeretne ezt csatlakozni, akkor el kell tudnia dobolni, el kell tudnia gitározni, basszusgitározni az adott számokat, vagy hogyha ha énekesként jelentkezik, akkor ugye el kell tudnia, tehát mondjuk hoznia kell a szöveget,
Tehát mondjuk az talán ebben az esetben a legkisebb felkészültséggel is csatlakozhat hozzá. Tehát nem kell valakinek képzett énekesnek is bizonyítványokat mutatni, hogy ő tud, hanem bárki, aki kedvet kap, nem kell, hogy roksul is legyen, tehát bárki, aki szeretne csatlakozni hozzánk, az jöhet. És körülbelül mire számítotok? Hányan fognak idén csatlakozni? Hát reményeink szerint ez a 100-150 fő között fogjuk ezt a víztoronykertben megtölteni ezt a színpad előtti. Akkor annak azért szép kis hangereje lesz, hogyha mindenki közösen zenél 100-150 fő. És ugye az a különlegesége ennek, hogy a színpadon lesz ugye egy zenekar, aki játsza a tangcsapda számokat, és a közönség helyén pedig nem a közönség lesz ebben az esetben, hanem a zenészek lesznek ott dobbal, gitárokkal, mikrofonokkal, úgyhogy így fogjuk birtokba venni ezt a helyszínt. Ez fantasztikusan hangzik, és hát akkor kicsit kanyarodjunk most a roksuli felé is, hiszen jubileumi évet fogtok ünnepelni az következő tanévben. Erről egy kicsit tudnál mesélni nekünk? Igen, ez a 35. tanévünk lesz. Egyébként érdekes, mert hogy ugyanabban az évben alakult a roksul is, mint a tangcsapda, tehát egyidősek vagyunk tulajdonképpen. Ez nem véletlen. Igen, tehát a 35. tanévünket fogjuk kezdeni. Ez olyan jubileum lesz, amitben egy új dolgot szeretnénk majd bevezetni. 30 éves tanéves koncertünkön tulajdonképpen elhangzott az, hogy ez olyan már, mint hogyha egy osztálytalálkozó lenne. Ezért szeretnénk egy roksuli osztálytalálkozót létrehozni majd tavasszal, ahol bárki, aki valaha a roksuliban tanult, az újra egy koncert erejéig csatlakozhat. Tehát akár 35 éve, de akár a tavalyi diákok közül is bárki. Egy osztálytalálkozót fogunk csinálni. És egyébként elindult már a jelentkezés hozzátok a jövő tanévre? Igen, már nyár eleje óta lehet jelentkezni. És hol lehet jelentkezni? A roksuli.hu honlapon keresztül lehet jelentkezni. Hát már közel 400 tanuló jelezte a szándékát, tehát idén is nagyon sok tanulóra számítunk. És nem tudom, hogy lehet-e ilyen pontos számot mondani, de hogy hány hangszeren tanulnak a gyerekek nálatok a roksuliban? Hát viszonylag ugye kevés, mert ugye gitár, basszusgitár, dob, illetve ütős hangszerek, ének, illetve szaxofon azok a hangszerek, illetve billentyűs hangszerek még, amin lehet tanulni. Azért nem olyan kevés ez. Illetve van egy másik ága is a roksulinak, ahol nem a hangszeres, illetve a vokális képzés van, hanem a zenetechnikai képzés, tehát lehet nálunk koncerttechnikusként tanulni, fénytechnikusként, zenei producerként, vagy akár stúdiótechnikusként, ez az újrainduló szakunk idén. Ez fantasztikusan hangzik. Én kívánom, hogy minél többen jelentkezzenek hozzátok, és minél többen legyetek ezen az örömzenélésen is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Köszönöm szépen. Egy titkos bázison különleges metaverzum fejlesztésén dolgoznak. A cél? Visszautazni a múltba és átélni a történelmet. A debreceni származású Pusztai Lőrinc diplomamunkájaként elkészült negyedik dimenziós sci-fi kis játékfilm a jövőbe kalauzolja nézőit. Ebben a metaverzumban bármely honfitársunk újraérheti a magyar történelem legszebb és legdicsőbb pillanatait. Képzeljük el, milyen lehet 2050 Magyarországa. Milyen lenne, ha az emberek agyában egy beépített interfész működne, és egy különös projekt segítségével visszautazhatnánk a magyar történelem pillanataiba úgy, ahogyan azt még senki se látta. A negyedik dimenzió ebbe a valóságba repíti a nézőit. Van egy ilyen mondás, itt a filmben is idézik, hogy a múlt valójában előttünk van. A történész generációknak is volt egy angol történész, Arnold Toynbee, aki kifejtette azt, hogy gyakorlatilag ugyanazok a dolgok történnek a világban különböző történelmi korokban, csak a szereplők és a szituációk változnak meg, és ha belegondolunk, tényleg van benne valami. Tehát az, hogy a jövőből nézve milyen lehetséges konfliktusok vannak, ez nagyon izgatja szerintem a mai fiatalságot is. Hamarosan elérhetővé válik a magyar emberek számára a Turul projekt, ami egy kiemelt alapítványi metaverzum fejlesztés. A Turul projekt segíteni fog abban, hogy visszatérjünk a magyar értékekhez és erősítsük a nemzeti öntudatot. A történet narratívája szerint a digitális világot egy egyre erősödő párt fejleszti, hogy a történelem meghamisításával legitimizálja hatalmát. A film főhőse, Molter Kata jelentkezik ebbe a tesztelés alatt álló metaverzumba, remélvén, hogy így sikerülhet megtalálni a rég eltűnt édesapját.
A színésznő arról is mesélt, hogy a történet jelene bár 2050, az emberi természet mégis ugyanolyan logika mentén működik. Egészen sajátos a játékszabály ennek az egész anyagnak, hiszen Lucival megteremtett az egész csapat egy olyan világot, ami 2050 Magyarországon, és teljesen máshogy működnek a dolgok, mint ahogyan most 2023-ban valójában. És ez igaz az emberekre is, igaz az élethelyzetekre is, amikbe kerülnek, de mégis ilyen általános emberi jellemvonások és életcélok, motivációk dolgoznak ugyanúgy az emberekbe, csak egyszerűen egy másik környezetbe beágyazva. A disztópia megálmodója, Pusztai Lőrinc már korábban is rendezett játékfilmet. 2019-ben ugyancsak az Apollo moziban került bemutatásra a Tenebris című horrorfilmje. A most vetített negyedik dimenzió eredeti koncepciója nagy játékfilm hosszúságúra nyúlt, azonban anyagi és időbeli korlátokkal kellett megküzdeni a készítés során. Alapból úgy írtuk a sztorit, és az rátett még egy nehézséget, hogy mik azok a dolgok, amik elérhetőek számunkra. Tehát ez mind helyszínek, jelmez, látványvilág, és hát úgy számoltunk, hogy volt a konkrét listáink, hogy ezekhez a helyszínekhez van nagyjából könnyű hozzáférésünk, és akkor ahhoz írtuk a sztorit. A 20 perces kisjátékfilm a rendező egyetemi diplomamunkája is egyben. Csak nem egy éven át készült, és több mint 150 ember közreműködésével valósult meg. Régóta szerettem valami olyan filmet készíteni, ami játszik az idővel, és itt kicsit utazgatunk az időben, és a törit is mindig nagyon szerettem, a történelmet. És igazából ebből következett egy olyan koncepció, hogy a magyar történelemben egy olyan történetet létrehozni, ahol ugrálunk a különböző korszakok között. És igazából ebből következett gyakorlatilag valamilyen szinten, hogy mi az a technológia, amivel ezt meg lehet tenni, és akkor hát menjünk akkor a jövőbe, na majd akkor biztos kitalálják, hogy milyen technológiával lehet ezt megcsinálni, és akkor így lett gyakorlatilag ez, hogy a jövőben játszódik a film, de közben meg hát sok szempontból így a történelem, azon belül is a magyar történelem egy fontos eleme a sztoridon. A Skifi kisjátékfilmben többek között Csőre Gábor, Keresztes Tamás és Rába Roland is szerepel. A debreceni színképeket látták. Új adással legközelebb jövő héten jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!